Most egy villogó szöveget fogunk kiíratni az állapot sorunkba, ezt úgy tesszük meg, hogy egy függvényt újra és újra meg fogunk hívni, egészen addig, míg ki nem lépünk a böngészőből. A lényeg az, hogy ha először meghívunk egy függvényt, akkor egy segédváltozót egyesre állítunk, tehát magát az értékét, hogyha még egyszer meghívjuk a függvényt, akkor nullára. Hogyha megint meghívjuk, akkor egyesre állítjuk, ha megint, akkor nullára. Ezután, ha a segédváltozónk egyesen van, akkor kiíratjuk a szöveget. Hogyha a segédváltozónk nullán van, akkor nem iratjuk ki. Azaz egyszer ki lesz iratva, egyszer nem lesz kiiratva. Ezt akkor kell meghívni, hogyha a body tag az letöltődik, azaz ide egy onload eseménykezelőt veszünk fel, ahol is egy státusz, például státusz zárójelbe Hát legyen státusz 1, nevű függvényt veszünk fel. Vagy ne is státusz legyen villog. Ha ez készen van, akkor a bádi taggel készen is vagyunk, és ezt itt átírom villogra. Jó, itt ütök egy enter és beljebb állok. Azt mondtam, hogy lesz egy segédváltozónk, amit egyszer egyesre, egyszer nullára állítunk. Viszont honnan tudjuk azt, hogy legelőször egyesen vagy nullán van? Hát onnan tudjuk, hogy ide fel kell venni azt, hogy segéd. Ami legyen egyenlő legelőször nullával, és nézzük meg, ha, hogy a segédváltozónk az egyenlő nekünk, mint, hát legyen először a nulla, vizsgáljuk azt, tehát ha a segéd az egyenlő nullával, akkor történjen meg az, ami itt van. Máskülönben történjen ez. Tehát menjünk vissza ide, a segédváltozónk ha egyenlő nullával, akkor például a státus sorra írassunk ki, tehát window.status az legyen egyenlő, mint például hello. Itt pontos veszélyt írok. És mivel kiírattuk már ezt, hogy hello, a segéd változó értékét állítsuk majd egyre. Tehát segéd az legyen egyenlő, mint egy. Azaz itt meg fog változni a változó értéke. Viszont vissza is kell állítani. Tehát a következő körbe, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a segéd az mennyi, az most egy, tehát nem nulla, akkor az elzákba térünk be, azaz ilyenkor a segédváltozó értéke már egy lesz. Ha egy a segédváltozó értéke, akkor azt nullára kell leszállítani, tehát segéd az legyen egyenlő nullával, viszont előtte az állapot sorba írassunk ki egy üres részt, azaz window.status, az legyen egyenlő, mint egy ilyen üres rész. Ha ez megvan, akkor a függvényünk most már létrejött, most már csak annyit kéne művelni, hogy ez mindig meghívja önmagát. A függvényt még ebbe a zárójelbe fogjuk újra hivatni, nem lépünk ki belőle. Erre egy nagyon jó kis parancsunk van, ez a set setTimeout. Ez egy olyan függvény, amiknek két paraméter kell, az első paraméterbe kell megadni idézőjelek közé azt a JavaScript kódot, amit ismételni kell. Ez a JavaScript kód most nekünk ez a függvény lesz, tehát villog. Ezt kell ezt ismételnünk, és a veszély után pedig ezred másodpercbe kell megadni azt az időintervallumot, ami után újra meghívjuk ezt a függvényt, azaz ami után ismételjük a kódot egy másodperc, ha egy ezerest írok, akkor pont egy másodpercet ismétlek. F12-vel ezt el is lehet indítani. Most itt a Hello, és valami hiba van az oldalon. Na nézzük, hogy ha ezt elindítom, a várt elem objektum, nézzük csak meg első sor első karakterébe, azaz találunk valami olyasmit, hogy villog. Ja igen, itt egy kis v kell iratni, az az F12-t leütve most már először hello lesz itt, majd itt ki lesz írva, hogy újra töltődik az oldal, majd hello, majd megint újra töltődik az oldal, és most már hello és semmi. Tehát most már tökéletesen letöltődött az oldal, tehát villog most már a szövegünk. Ha azt akarnám, hogy gyorsabb legyen a villogás, akkor ugye ezt az ezret akár százra is vehetem. Megnézzük, hogy ezt látjuk-e szabad szemmel. Tehát letöltődik az oldal, és egy év után a hello és a letöltés az el is fog múlni, ha minden igaz. Igen, tehát ide jöve a hello lesz. Jó, tehát a hello az villog. Ilyen alapon, ugye, hogyha valaki teljes méretűre veszi ezt az oldalt, akkor egyből szembe tűnik, hogy itt villog valamilyen szöveg. Ezt itt bezárva, így lehet a villogást létrehozni.